Az öregségi nyugdíj az az összeg, amit időskorunkban az államtól kapunk a munkával töltött éveink után. Erre akkor vagyunk jogosultak, ha a jogszabályban meghatározott életkort betöltöttük, valamint rendelkezünk megfelelő szolgálati idővel. Az elmúlt évtizedben jelentősen változott az öregségi nyugdíjkorhatár. 2014. január 1-je előtt 62 életével lehetett nyugdíjba menni, míg idén ez a szám már 65 év. A nyugdíjazás és a nyugdíjkorhatár kritériumainak változása egy összetett szociális rendszer része. Itt ez egy természetes folyamánya annak, hogy ugye ez egész Európában van, és így Magyarországon is, hogy előregszik a társadalmunk, és ezáltal egyre kevesebb munkaképes korú embernek kell eltartania, ugye egyre több idős embert. Ez az oka annak, hogy szükség van arra, hogy vagy emeljük a nyugdíjkorhatárt, vagy ugye csökkentsük a nyugdíjaknak a mértékét. Ez az egyik oka, a másik pedig az, hogy nyilván az elmúlt évtizedekben azért erőteljesen növekedett a várható élettartam, így azért tovább is tudunk a munkában maradni. Egyre több az idős ember, és ugye felosztó kirúgó rendszerben működik a magyar nyugdíjrendszer, azaz a munkaképes korú lakosságnak a járulékaiból finanszírozzák a nyugdíjakat. Ergo, hogyha egyre nagyobb lesz a számuk, akkor egyre kevesebb főnek kell ezt az összeget létrehozni, ezt meg csak úgy lehet fenntartani, hogyha egyre inkább kitoljuk a nyugdíjkorhatárt. Tehát hosszú távon az várható, hogy nyilván ezt nem lehet megjósolni, mert egyéb társadalmi folyamatok is közrejátszanak, és gazdasági folyamatok is, de nagy valószínűséggel további nyugdíjkorhatár emelés az bármikor napirendre kerülhet, hogy fenntartható legyen a rendszer. Sokan szokták ugye mondani ezzel kapcsolatban, hogy érik a sírig tartó munka, és nyilván, hogyha itt sok hosszú évtizedben gondolkodunk, akkor ennek azért van némi relevanciája. Az előregedő társadalom megyénkben is megfigyelhető, a nyugdíjasok aránya évről évre nő. Ezért ma Magyarországon nincs különbség a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára között, jelenleg egységesen 65 év, viszont a nők számolhatnak a 40 éves korengedménnyel. Ez azt jelenti, hogy az öregségi nyugdíj kiszámítása már 40 év szolgálati idő után is megtörténhet, függetlenül attól, hogy hány éves a hölgy. Ebbe legfeljebb 8 évet lehet gyermeknevelési időként beszámítani, vagyis legalább 32 évnyi szolgálati időt kereső tevékenységgel, azaz munkával kell tölteni. A jelenlegi szabályok szerint öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt és letöltött 15 évnyi szolgálati időt. Míg a teljes öregségi nyugdíj feltétele a korhatár elérése mellett legalább 20 évnyi szolgálati idő, és hogy a nyugdíjba vonulásának napjától nem áll munkaviszonyban az illető. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után nem lehet dolgozni. Egyrészt nyugdíjba vonulás nélkül is lehet folytatni a megkezdett kereső tevékenységet, másrészt később a nyugdíj mellett is lehet munkát vállalni. 2020. július 1-től a nyugdíj mellett dolgozók mentesültek a járulék fizetési kötelezettség alól, ezáltal a nettóbér jelentősen megnőtt.